1989-ben, még a Szovjetunió idején alakult a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. A kárpátaljai magyar értelmiségiek keresték a lehetőséget arra, hogy létrehozzanak egy magyar szervezetet. Korábban ez nem volt lehetséges, legfeljebb kulturális és irodalmi körök jöhettek létre, közölte Brenzovics László, a KMKSZ elnöke. Amikor 1989-ben létre lehetett hozni a ukránoknak egy ilyen anyanyelvi társaságot, utána a magyarok is úgy gondolták, hogy és eljött az az időszak, amikor talán a párt megengedi azt, hogy létrejöhessen egy nem állami szervezet. És 1989. február 26-án Ungváron összegyűlt egy nagyobb csoport, Kárpátaljai Magyar Értelmiségi, és itt dőlt el az, hogy létre fognak hozni egy ilyen érdekvédelmi szervezetet. Nem volt egyértelmű, hogy milyen lesz, hiszen akkor még a pártnak, a titkosszolgálatnak a befolyása erős volt, és ők abba az irányba próbálták befolyásolni az alakulást, hogy jön létre egy ilyen szovjet-magyar baráti társaság, vagy pedig egy ilyen csemadokszerű félállami szervezet, amely kapna állami támogatást is. Az ott jelenlévő alapító tagok azonban másként döntöttek, meséli Brenzovics László. Ez döntő módon befolyásolta a KMKSZ későbbi történelmét és a kárpátaljai magyarság történelmét is, hiszen Fodor Sándort választották meg elnöknek, aki korábban is ellenzéki volt, és úgy döntöttek, hogy független társaság lesznek. Így a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség lett az első határon túli független magyar érdekvédelmi szervezet a II. Világháború után. Az elmúlt 3 évtized politikai változásainak ellenére a szövetség célja ugyanaz maradt. A kárpátaljai magyarság érdekeinek a védelme és a magyar nyelv oktatásának elősegítése Kárpátalján. Rendkívül viharos időszak volt ez az elmúlt 30 év, hiszen ez egy emberöltő. De nézzük azt, hogy ebben az elmúlt 30 évben mi történt, hogy a Szovjetunió széthullása, Ukrajnának a megalakulása, Magyarország csatlakozás az Európai Unióhoz, a NATO-hoz, 3 forradalom Ukrajnában, különböző más események, rendkívül viharos időket éltünk meg, és azt hiszem, hogy nem tartana itt a kárpátaljai magyarság, hogyha ez a szervezet nem jön létre, akkor is nem ilyen formában. Akkor 1989-ben nem lehetett tudni igazából azt, hogy mi lesz. És hogyha belegondolunk abba, hogy milyen változások történtek ebben az elmúlt időszakban, akkor azok nem voltak sem beláthatóak, sem nem lehetett rájuk felkészülni. Ennek ellenére is fontos, hogy a szervezet a viharos időszakokban is helytállt, és nagy mértékben befolyásolta a kárpátaljai magyarság sorsát, tette hozzá Brenzovics László.